Az ukrán elnökválasztás jelenleg legnépszerűbb jelöltje egy humorista, Volodymyr Zelenszkij. A 41 éves színész szilveszterkor jelentette be, hogy indul az elnökválasztáson, és hamarosan ő vált a 44 jelölt között zajló harc favoritjává, megelőzve Petro Poroshenko jelenlegi elnököt és a veterán ellenzéki vezetőt Julia Timoshenkót. Új arc vagyok, sosem vettem részt a politikában. A tiszta üzletből, a tévé és mozi üzletből érkeztem. Úgy vélem, az emberek nagyon jól ismernek engem és tudnak velem azonosulni. Zelenszkij programjának egyik ígérete, hogy független, korrupció ellenes bíróságot állítatna fel a visszaélések leküzdésére. A humorista és színész az Emberek szolgája című sorozatban egy olyan történelemtanárt alakít, akiből elnök válik. Államfőként lelkiismeretes, őszinte és túljára romlott képviselők és üzletemberek eszén, akik megpróbálnak az útjába állni. Az egyik jelenetben tüzet nyit a parlamentben a politikusokra. Felnézekre humoristaként és üzletemberként. Politikus szerepben azonban nem látom magam előtt. Szerintem az elnöki pozíció nem az, amiben valaki tesztelheti a képességeit. Több hasonlóságot is látok az amerikai Trump és az ukrán Zelenszkij között, mert mindketten tévésztárok, és mindketten álmokat árulnak az embereknek, véli ez a parlamenti képviselő. Az emberek pedig szívesen elfogadják ezt az álmot, mert elegük van a régi vágású politikusokból. Zelenszkijt politikai tapasztalatlansága miatt sokan bírálják, és szakértők szerint a befektetőket is aggasztja, mit várhatnának tőle, ha megválasztanák március 31-én.